Válságos a helyzet Csehországban, minden eddiginél szigorúbb korlátozásokat vezetnek be, jön egy legalább 3 hetes teljes zárlat. Az országon belül is megszigorítják a mozgást, az utazásokat. Szlovákiában is nagy a baj a kórházakban, a pozsonyi parlament meghosszabbította a vészhelyzetet, figyelmeztető jel, hogy a héten a 40 és 49 év közötti korosztályban volt a legtöbb új fertőzött Szlovákiában. Rendőrök ellenőrzik az autókat a csehországi Szokolovóban, amely 2 másik járással együtt még február közepén került vesztegzár alá, miután a hatóságok több járványgócot is azonosítottak a környéken. Az itt élők nem léphetik át a régió határát, és őket sem látogathatja senki. Hétfőtől egész Csehországra kiterjesztik ezt a szabályt. A cseh kormány ugyanis felhatalmazást kapott a parlamenttől a minden eddiginél szigorúbb járványügyi óvintézkedések bevezetésére. Reméljük, mindenki megérti, hogy a kialakult helyzet miatt valóban szükség van az állampolgárok szabad mozgásának teljes korlátozására a következő 3 hétben. Az új brit és dél-afrikai vírusvariánsok nagyon agresszívek, és teljesen másképp viselkednek, mint az eddigiek. Egyre több honfitársunk szorul intenzív kezelésre, öregek és fiatalok egyaránt, figyelmeztetett a cseh miniszterelnök. Hétfőtől bezárják az iskolákat, az óvodákat és még a nyitvatartó üzletek többségét is. Az ipari tevékenységet nem korlátozzák, de minden munkahelyen kötelezővé teszik az FFP2-es maszkot. Hatalmas nyomás nehezedik a cseh egészségügyre. Mintegy 7000-en vannak kórházban, 1400 beteg állapota súlyos. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kórházak heteken belül megtelhetnek. Meghosszabbítják a vészhelyzetet Szlovákiában is. A kormány február elején hozott döntését pénteken hagyta jóvá a pozsonyi parlament. A lélegeztetőgépek 90%-a is foglalt, és közben ugye itt az új hullám a brit vírus mutáció miatt minden eddiginél erősebb, rosszabb hullámra figyelmeztetnek a szakértők, és azt valószínűsítik, hogy minden eddiginél többen szorulnak majd kórházi ellátásra. Szlovákiában nem csak az orvosokból, illetve nővérekből van hiány, de vakcinából sincs elég, ezért 1 hétre leállították a tömeges oltást.